Értéktárcsorozatunkban ma templomunk Szent Julianna szobrát nézzük meg. A Julianna szobor azok közé a kincseink közé tartozik, amelyről alig tudnak néhányan. A Szent mégis már több mint egy évszázada vigyázza a makói híveket a Szent Ferenc oltárról. Szent Julianna egy házunknak különösen is tisztelt hősei közé tartozik. Több mint 1700 éve a Diokleciánus császár alatt 303-ban kezdődött eztelen keresztény üldözésnek esett áldozatul. Hite miatt megkínozták, megveszőzték, forró ólommal gyötörték, kerékre feszítették, majd lefejezték. A lány pogány kínzója közeledését visszautasította, érintetlenségét halála árán is megőrizte. Szűz és vértanúként emlékezünk meg róla. Tetszetős küllemű, kecses szobra a szentélyből szemügyre vehető. Jobb kezét kissé fölemeli, vállait aranymintákkal szegélyezett, vértanúságát jelző, piros színű köpeny borítja. A bő redőkben omlik alá, sarkát a szent balja tartja föl. Alsó ruhája erényeire utalva teljesen zárt, középen kötélből készült őv vonja dereka körül még szorosabbra, fején a szentségét, üdvösségét jelképező mennyei korona látható hosszú haja a vállaira omlik. Ez egy jelzi szüzességét, és élettörténetének azt a mozzanatát, mi szerint kínzása közepette hajánál fogva fölfüggesztették. Legendája szerint Juliana gyötrelmei között magát az ördögöt győzte le, így őt bizalommal hívhatjuk segítségül a legnehezebb helyzetekben, kísértések és üldözések idején.